Szeretettel köszöntök mindenkit, Máté Gábor vagyok, és most röviden arról fogok beszélni, hogy milyen jellegű kurzusokat vezetek. Két típusú kurzust vezetek, az egyik egy kreatív fotográfia néven futó kurzus, a alapképzősök, második éves alapképzősök őszi szemeszterében oktatom ezt a tárgyat, ahol az előző két fél év a tárgyakról és emberekről készült képek készítésére vonatkozó fél évnek az összegzése zajlik, és itt olyan sorozatokat kell készíteni, ahol a képeken szerepelnek tárgyak, életlenen elemek, csak élettelen dolgok, illetve emberek. Ezeknek a felhasználásával vagy fotografálásával kell sorozatokat készíteni. Ugye itt is kiadunk egy témát, ami körül zajlik az egész fél év. Tavaly ez a New Order volt, és ehhez kapcsolódóan adtunk ki szövegeket, a feladatmegoldás, ami inspirálhatja a feladatok megoldását, illetve kellett a hallgatóknak saját szövegeket találni, ami a témához kapcsolódik. A másik kreatív fotográfia kurzusomat harmad évben a végzősökkel megtartom, tehát az utolsó fél évben oktatom. Itt a portfólióvédésre is készítjük fel a hallgatókat. Tavaly egy kollégámmal, Fábics Natáliával tartottam ezt a kurzust, hiszen itt írás képességet is fejlesztünk, hogy tudjanak szinopszisokat írni a hallgatók, meg tudjanak fogalmazni egy saját témát, illetve bele tudjanak fogni egy saját témának a fotográfiai kidolgozásába. Nincsenek műfaji kötöttségek egyébként egyik kurzus során sem. Nagyon sokféle módon állhatnak hozzá a hallgatók a munkáiknak a megoldásához, mindenféle kísérletező szándékot és újító szándékot támogatunk mindkét kurzus során. A másik típusú tárgy, amit oktatok, a fotográfiai specifikumok. Ez egy technikainak látszó tárgy, és az is, tehát itt nagyon komolyan és mélyen próbáljuk megismertetni a hallgatóinkat a technikai fogásokkal. Két kollégámmal együtt tartom ezt a kurzust, Oravec Istvánnal és Richard Asherrel. Ők a műteremben a gyakorlati képzést vezetik. A műtermünk rendkívül jól felszerelt, tehát szinte mindent kipróbálhatnak a hallgatók, amivel találkozhatnak a fotográfiai pályájuk során. Tehát ez a kurzus megalapozza az ő technikai tudásukat, elmélyültségüket, és azért említem az elmélyültségüket, mert ez a kurzus nem csupán fogásokat tanít, hanem arra próbál rávilágítani, hogy mi értelme van különböző technikákat használni, tehát abban segít választ találni, hogyha egy képet akarnak készíteni, akkor például milyen típusú lámpákat használjanak, milyen objektíveket, milyen látószögű objektíveket használjanak, illetve mire fotografáljanak, tehát milyen fényérzékeny eszközt válasszanak, filmet, esetleg még archaikusabb technikákat, vagy digitális érzékelőket. Tehát ezeket a fotográfiai specifikumokat vesszük végig az én óráimon, és keresünk összefüggéseket a képek jelentése és a mögötte álló technika között. Mindezt fotóművészeti példákkal illusztrálva, illetve bemutatva. Úgyhogy röviden ennyi, javaslom, hogy nézzétek meg a hallgatói prezentációkat, hiszen ott még pontosabb és még izgalmasabb betekintést kaphattok ezekbe a kurzusokba, milyen eredmények születnek, és a hallgatók hogy viszonyulnak a kiadott feladatokhoz. Köszönöm a figyelmet, további jó időtöltést mindenkinek!